Sziasztok, ebben a videóban már sokszor állok neki, harmadszor próbálom felvenni. Szóval ebben a videóban megpróbálok segíteni nektek. Egy kérdést tettetek fel nekem, hogy hogyan raktam össze a cégemben a munkavállalókat, úgyhogy ez jól működik. Hát ez sok időbe telt, azt mindenképp el kell mondanom, 12 éven betelt, hogy egy olyan csapatot összerakjak, aki ütőképes, aki most is jelenleg van, megbízható mindenki, tényleg én azt gondolom, hogy mindenki a cégért van, a cégért dolgozik. Úgyhogy ezt 12 év alatt tudtam elérni, és hát úgy tudtam elérni, hogy nagyon lassan raktam össze azt a csapatot, aki alkalmas volt. Hát eleinte én sem tudtam, nyilván mindig voltak olyan munkavállalók, egyrészt anyagi források híján, hogy egyszerűen tudtam megfizetni a lehető legjobb munkásokat, hanem mindig próbáltam a legjobbat kiválasztani abból, amire éppen nekem szükségem volt. Csak amikor bejött a rozsdamentes gyártás nekünk, így a cél között, tehát amikor elkezdtük rozsdamentes anyagokkal is foglalkozni, akkor ugye ott nagyon fontos szempont volt, hogy a legjobb embereket vegyen fel, és onnantól kezdve elsődleges szempont volt, hogy a minőségi munkaerőt találjam meg, és ugye ez nagyon nehéz volt, ez nagyon sok embert le kellett vizsgáztatnom, át kellett forgatnom a cégemen ahhoz, hogy rájöjjek, hogy kik azok, akikkel együtt lehet dolgozni. És ugye nem csak a munka minősége fontos, illetve itt a munka minősége fontos, nem feltétlenül az összegszerűsége, hogy ki mennyiért adja el magát, hanem meg kell fizetni a jó munkaerőt. És ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Hogy aki tudja magáról, hogy jó, az általában nem adja oda magát fillérekért. Fontos volt, eleinte nem volt annyira fontos, de egyre inkább fontossá vált az emberi tényező. Tehát ne csak jó szakember legyen, hanem emberileg is alkalmas legyen arra, hogy a cégemben tudjon dolgozni. És ez egy rendkívül fontos dolog, és az elején ezt nem mondom, hogy elhanyagoltam, mert nem, csak hogy nem fektettem akkor a hangsúlyt neki. Tehát fontosabb volt, hogy jó szakember legyen, mint jó ember. Pedig ezt fordítva kell kezelni. Tehát először olyan embert kell keresni, aki emberileg megfelelő, és ha emberileg megfelelő, utána kell nézni a szakmaiságát. Nyilván ott is, abban is kiválónak kell lennie. De az emberi tényező a legfontosabb, mert ha nem, az emberi tényező nem jó, akkor általában hanyag a munkájára, nem jár be dolgozni, nem érdekli, nem a cégért van, nem fontos neki, hogy az a munka kimegy, nem fontos neki, hogy a cég az halad előre, ő saját magával foglalkozik. Tehát ez egy szempont, ami fontos. Holott ezt mondhatod, hogy hát persze mindig az egyén a fontos, nem, hiszen ha hosszú távon tervezel egy cégbe, és ott pozíciókat akarsz betölteni, azáltal több fizetéshez akarsz jutni, akkor igenis a céghez lojálisnak kell lenni, és fontosnak kell lenni neked annak, hogy maga a cég is fejlődjön, ugyanis ha a cég fejlődik, akkor tudsz te is fejlődni, akkor tudsz jobb pozíciókban szerepet kapni, akkor tudsz több fizetéshez jutni. Tehát ezt be kell látni munkavállalói oldalról is, hogy igenis a cég érdekei is fontosak az egyén számára, mert különben nem tud a cég fejlődni, és abban te is kárt szenvedsz. Tehát nyilván, hogy csak egy hónapot vagy egy fél évet akarsz egy cégnél tölteni, és ezt már előre tudod, akkor ez nyilván nem szempont, de ha hosszú távon tervezel, vagy látod, hogy ez a cég, ez olyan, amiben szívesen töltenél el időt, akkor igenis oda kell tenni magadat, hogy az jó haladjon előre. És nem csak éppen csak elvégezni azt a feladatot, amit ahhoz szükséges, hogy ne rúgjanak ki, hanem oda tenni magadat, és igenis olyan terméket előállítani, vagy olyan munkát tenni le az asztalra, amivel a cég profitálni tud, és nem csak a béredet rendezni. Jó, ez csak egy ilyen momentum volt. Visszatérve, hogy hogyan lett fölépítve a cégem, hát először ugye lakatosokat kezdtem fölvenni, és azért észrevettem, hogy kik azok a lakatosok, akik többet tudnak, tehát jobban átlátják a feladatokat. Nem mindenki alkalmas erre, hogy valaki csak arra, hogy adsz neki egy feladatot, és ő azt meg tudja oldani. Ő is nagyon ügyes, meg nincsen vele semmi probléma, de vannak mindig olyan emberek, akik kimagaslóak abban, hogy mondjuk sokkal több dolgot tudsz rájuk bízni, sokkal nagyobb a fókuszuk a cégre, jobban átlátják a feladatokat, több mindent meg tudnak jegyezni, akár több munkának az információt is saját magukénak tudnak tudni. Ezt jól megfogalmaztam. Szóval rálátnak a feladatokra, és ezeket az embereket észre kell venned, hogy kik azok, és ki kell emelned a cégedből, és belülük kell csoportvezetőt, meg műhelyvezetőt, meg akár részlegvezetőt, vagy akár egy egész
egy egész terméket kompletten úgy, ahogy van, cakli-pakli, akár egy műhelyet rájuk bízni. És ezeket itt szépen ki kell emelni ezeket az embereket, és a másik, a többi ember fölé kell helyezni, és össze kell rakni. Én legalábbis, most bocsáss meg, nem neked akarok okosítani, tehát hogy te most mit csináljál, hanem én mit csináltam, úgy mondom. És szépen így egymás hegyére raktam az embereket, voltak lakatosok, azoknak voltak csoportvezetői, van műhelyvezető, és van telephelyvezető is, aki egy adott szektort visz nekem. Ezt így szépen összeraktam. És ugye ezek az emberek, akik ki vannak emelve, ezek bizalmi emberek is egyben, tehát olyan mentalitású emberek, akik a cégért vannak, akiknek a mentalitásuk olyan, hogy tényleg meg lehet bennük bízni, és ezt ugye neked fel kell fedezned, hogy kik azok az emberek. És ezeket az embereket kell olyan csoportok tetejére tenni, akiket ugye utána irányítani kell. Most mondhatnám azt, hogyha mondjuk a saját cégedben mondjuk vannak megbízhatatlan emberek, de jó munkások, akkor az érükre egy olyan embert kell tenni, aki megbízható, aki a cégért van, aki a cég fel a lojális, és nyilván ő figyelni fog azokra az emberekre, hogy jól végezzék a munkájukat a helyszínen. Tehát, hogyha csak olyan ember van mondjuk kint egy helyszínen dolgozni, mondjuk 20 ember vagy 10, akinek nincs vezetője, meg nincs senki, meg igazából egyik se felel a másik felé, akkor semmi kötelességtudata nem lesz abban, hogy mondjuk elvégez az adott munkát minőségben tökéletesen. Nyilván csak akkor, hogy emberileg arra alkalmas. De nem mindenki alkalmas, ezt kell megérteni. Sajnos. Tehát, hogy erre nem mindenki alkalmas. Nálunk én azt gondolom, hogy mindenki erre alkalmas, de ez nem általános. Tehát sokszor van olyan, és hallom, és ez a videó is azért készült, mert amikor kiküldenek embereket egy területre, és utána nem azt a munkát végzik el, ami elvárható. És ezért kell ezeknek az embereknek az élére egy megbízható vezető, aki koordinálja őket ott a helyszínen, ott van velük egész végig. Ugye nálam például egy építésvezető van, aki két másik kollégát koordinál a helyszínen. Nem mint, hogy ők nem lennének megbízhatóak, hanem szükséges az, hogy legyen egy vezető, legyen az, aki megmondja, aki döntést hoz. Tehát most három azonos rangú ember van, most egyik, mind a három mond valamit, akkor kidönti el, hogy most mi legyen, nem? Tehát összevesznek. Na, hát most így egyszerűsen fogalmazva összevesznek. Nem. Tehát kell valaki, aki azt mondja, hogy ez így lesz. Oké, meghallgattalak titeket, köszönöm az információt, de ez így lesz. Nyilván onnantól ő vállalja a felelősséget azért a döntésért. Tehát az is fontos, hogyha van egy vezető, akkor az nem csak azzal jár, hogy ő megmondja, mi a frankó, hanem amikor azt mondja, hogy oké, akkor ő hozza, ővé a felelősség is, tehát ő lesz számon kérve, hogyha valami probléma van. Jó, tehát én úgy építettem fel a cégemet, vannak lakatosaim, van csoportvezető, műhelyvezető, telephelyvezető, van több különböző szegmens, tehát ki kell alakítani a hierarchiát ahhoz, hogy megfelelően tudjam koordinálni a cégemet, ki kell alakítanom ezt a hierarchiát ahhoz. És valószínűleg ez a kulcsa annak, hogy ne legyen káosz egy cégbe, hogy legyenek vezetők, legyenek felelősségek, azoknak legyenek elszámoltatásai, hogyha probléma van, és igazából ennyi. Még egy gondolat a végére, fölmerült egy olyan kérdés is, hogy mi van akkor, hogyha hirtelen sok ember kell. Ugye, van-e mondjuk, vagy vagytok hárman, de jön egy nagy meló, amihez kell mondjuk 15 ember. Ugye? Most két opció van, az egyik, én nem tartom jónak, nem biztos, hogy ez rossz, az, hogy hirtelen fölvenni 10-15 embert. Na most hogy tudsz 15 embert úgy fölvenni, hogy azt tudod, hogy mindegyik minőség, mindegyik megbízható, mindegyikkel rendben lesz, nem fog a munkájába probléma lenni. Ugye? Hát ezt majdnem lehetetlen küldetés. Én azt javaslom, hogy ha egy hirtelen nagyobb munkát kapsz, és erre föl kell gyorsan venni 15 embert, akkor ne felvedd őket, hanem keressél magad alá alvállalkozókat, akiknek már eleve vannak jó emberei. Nem kell az, hogy 10 emberes alvállalkozó legyen, egy 5 fős csoportból fölveszel 3-at, 3 alvállalkozót megbízol, akinek van 5 embere, az úgy, hogy kiteszi azt a durván 15 főt, ami mondjuk kell neked ahhoz a munkához, és ők felelnek a saját munkájukért, ő lesz, hogyha garanciás probléma van, akkor ő felel érte, nyilván feléd, te meg felelsz majd a felé, aki ugye megrendelte neked tőled a munkát. Tehát valószínűleg ez az útja annak, nem föl kell venni 15 embert hirtelen, hanem alvállalkozókkal kell megoldani, akinek külön felelősségei vannak, és remélhetőleg nekik már össze van rakva az a csapat, akivel tudják vállalni minőségben azt a munkát, amire szükséged van. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomd a lájkot, iratkozz fel, szervusz!